A Ceglét Tánc Együttes műsora nyitotta meg a 19. szolnoki utazás kiállítást. Természetesen nem véletlenül, hiszen az esemény egyik díszvendége Cegléd városa. Cegléd városa az elmúlt évtizedekben mondhatom azt, hogy nehéz helyzetben volt. Tudom, hogy nagyon sok másik város is. Nem akarom önöket untatni azzal, hogy a közép-magyarországi régiós lét milyen hátrányokat okozott nekünk. És még sorolhatnám a dolgokat, de én azt gondolom, hogy egy nagyon szép jövő előtt állunk, hiszen nem csak az én személyes kötődésem, hanem az utak is összekötnek minket Szolnokkal, és hát reményeink szerint az M4-es gyorsforgalmi út megépülése az mind a két városnak nagyon sokat jelent. Második alkalommal vesz részt városunk a turisztikai kiállításon. Természetesen most is sok érdekességgel és legfőképpen aktualitással várta a ceglédi stand a látogatókat. Ami a legközelebbi, mert mindig időrend és sorrendben haladunk, ez kezdődik majd most a városnapokkal. Ez április végén lesz, és egy háromnapos, nagyon komplett és nagyon érdekes rendezvény lesz. Az utcazenei fesztivál nemzetközi jazznek a napjával egybefügg, akkor lesz a régi idők piactere, és lesz az egyházi boroknak a verseny, egy teljesen újdonság ebben az évben. Cegléden mindezt szeretnénk itt is bemutatni Szolnokon. A ceglédi stand már a megnyitó utáni percekben is nagyon népszerű volt. Mert érdekel, ami Magyarországon belül van, történetesen nincs hozzánk messzi, Jászberényből jöttünk, Cegléd nincs messzi, és hát csak ezért, hogy minden város érdekel, ami Magyarországon van, meg nevezetesség. Úgy tűnik, sokan akkor is szívesen fedezik fel újra a várost, ha már jártak itt. Járt már nálunk? Igen. És mi volt, ami a legkedvesebb volt, hogy mire emlékszik? Nem baj, hogyha csak egy-két dologra? Hát csak a város belső, a múzeumot. Bocsánat, érdekel, de még nem tudtam megnézni, de a tervbe benne van. A rendezvényen a széles turisztikai kínálaton túl sok más mellett szakmai és gyermekprogramok, kézműves vásár is várja az érdeklődőket.